Az új hullámhossznak köszönhetően bővül majd a Szabadkai Magyar Rádió műsorsugárzási ideje. Ez lesz majd az egyik legjelentősebb változás, miután a rádió átköltözik a 107,1 MHz-re. Amellett, hogy színesebb lesz a zenei paletta, augusztus 19-től egész éjszaka is szól majd a zene. Értelemszerűen az eddig jól megszokott és jól bevált retro hangzásvilágot fogjuk továbbra is sugározni a most már új hullámhosszon. Azzal, hogy a 90-es éveket is egy picit behozzuk ebbe a koncepcióba, de nagyjából egyébként ugyanazzal a hangzásvilággal és ugyanazokkal a kiváló felvételekkel találkozhatnak majd a hallgatók. Az új hullámhosszon is a már jól ismert és közkedvelt műsorokkal várják a hallgatókat, egyebek mellett a napindítóval, a mozaikkal és a kívánság műsorral. Lesznek zenei különlegességek is. Az SMR koncert is, ahol zenekarok élőben mutatkoznak be most a nyári szünet után, majd ősszel ez a műsorunk, közkedvelt műsorunk is visszatér. A 107,1 MHz-re való átállás nem csak a műsor szempontjából jelent módosulást, hanem műszakilag is. Műszaki szempontból az a legnagyobb változás, hogy az adónkat át kell, hogy hangoljuk az új frekvenciára, 107,1 MHz-re. A hallgatók, hogy hallják a műsorunkat, ugyanezt meg kell tenniük a saját készülékeikkel, a rádió készülékeiket át kell hangolni ugyanerre a frekvenciára. Amennyiben tehát továbbra is hallgatni szeretnénk az SMR műsorát, augusztus 19-én az új hullámhosszra kell állítsuk az állomáskeresőt. Az egész napos sugárzási időnek köszönhetően pedig a tájékoztatás még szélesebb körű lesz. Szabadkai Magyar Rádió saját frekvenciát kapott, önálló frekvenciát, 24 órában tud szólni. Ez azt jelenti, hogy a jó zene, a minőségi tájékoztatás és szórakoztatás még bővebben meg fog jelenni az SMR-ben. A Szabadkai Magyar Rádió tehát a jövőben is a már megszokott stúdióból kedvenc műsorvezetőikkel fog szólni, csak ezután nem a 89,6 MHz-en, hanem a 107,1-en.